beszélgessünk, gondolkodjunk ma délután is így együtt. Alapigének egy nem annyira alapigének jellemző, vagy megszokott igét szeretném, hogyha közösen tanulmányoznánk. Jelenések könyve 21. fejezeténél nyissuk kémi szentírásunkat. Jelenések könyve 21. fejezetében a 18-tól a 21-ig tartó verseket közösen olvassuk el. Tehát Jelenések könyve 21. fejezet 18-tól 21-ig a következőképpen hangzanak Istennek igéi. Falának építőanyag a jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapkövét mindenféle drága kő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik karcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik kardeon, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik játszint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Egy városképet láthatunk, egy kis ilyen városnéző túrára indulhatunk el. Mennyi Jeruzsálemet rajzolja így le János apostol, hogy hogyan láttatta meg, hogyan fog kinézni, hogyan láttatta meg vele Isten, hogyan fog kinézni ez a mennyei Jeruzsálem. Nem tudom, hogy ti foglalkoztatok-e már azzal, hogy így utána nézzetek ezeknek a drágaköveknek. Van itt 12 drágakő, színarany, gyöngy, rengeteg minden. Én megpróbáltam utána nézni, a fejem is belefájdult, hogy hogyan nézhet majd ki. És amikor én ezt olvastam, ezt az igét, akkor egyből egy ilyen, hát nagyon régen, talán 90-es években lehetett kapni egy ilyen képeslapot, amin így a mennyei Jeruzsálem egy ilyen arany, fénylő város ilyen rajzolt képe látszódott, és valahogy így gondolkodunk a mennyei Jeruzsálemről. De vajon mit akart Isten ezzel számunkra üzenni? A Jelenések könyve persze tele van jelképpel, és tele van mindenféle jövendüléssel, proféciával, és a mennyei Jeruzsálemről rajzolt kép is, úgymond így a Jelenések könyvének a végére úgy beleillik, amikor elmeséli János apostol, hogy milyen lesz az új földön. És akkor itt be is mutatja. És sokat gondolkodtam azon, hogy jó, hogy bemutatja, de miért kell így kihangsúlyozni ezeket a dolgokat? Miért kell itt leírni, hogy jáspis, zafír, kalcedon, smaragd, szárdonix, karneol, krizolit, és sorolhatnánk ezt a rengeteg nemesfémet, drágakövet, ásványt, hogy mi a célja ezzel Istennek? Ígérem, vissza fogunk rá térni, de most ahhoz, hogy valami képet kapjunk arról, hogy Istennek mi is a célja ezzel, ugorjunk vissza egy evangéliumi példázatra. Mégpedig Lukács evangélium a 15. fejezetében van leírva három példázat, és mi a leghosszabbat fogjuk most tanulmányozni. A 15. fejezetben a 11. verstől a 24. versig a tékozló fiú példázatát szeretném, tékozló fiú példázatát szeretném, hogyha egy kicsit erről gondolkodnánk. Nagyon jól ismerjük ezt a történetet. Sokat hallottuk már, de szeretném, hogy kicsit gondolkodnánk a tékozlásról. Így hangzik ez a történet. Nem fogom most az egészet elolvasni, de végig fogjuk venni. Azután így folytatta, mármint Jézus.
Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Eddig olvasnám a történetet. Igazából nem tudunk meg a családról sokat, sőt, semmit. Ennyit tudunk, hogy van egy ember, van egy gazdag ember, és neki volt két fia. Így indul a történet. Nem tudjuk, hogy milyen családban nőttek föl, vagy milyen családi viszony volt közöttük. Annyit tudunk, hogy a fiatalabb fiú egyszer csak odáll az apja elé, valószínűleg amikor már elég felnőtt volt hozzá értelemszerűen, és azt mondta, hogy apám, én el akarok innen menni. És add a vagyonnak a rámeső részét, és akkor le is út, fel is út, köszönjünk el egymástól, hagyjuk egymást békén. Te itt maradsz, én megyek a dolgomra. Nagyjából így néz ki. És milyen családkép jelenik meg előttünk? Ez egy boldog család? Egy összetartó, harmonikus családi életképe jelenik meg ilyenkor a szemünk előtt, amikor igazából csak ennyit olvasunk a történetből? Hát abszolút nem. Tehát itt, minthogyha egy ilyen régóta húzódó, és lassan már visszafordíthatatlan családi probléma, családi dráma látszódna. Amikor a fiú úgy gondolja, hogy ennek semmi értelme nincsen. Én egyszerűen nem érzem itt jól magam. El kell innen költöznöm. Számomra az apám meghalt, és ezért elkérem az örökséget. És hagyjuk egymást békén. Nem kell nekem ez a fajta családi élet. Eléggé durva családkép alakulhat ki. Az, hogy hogyan is gondolkodott ez a fiú az apjáról, az nagyon jól szemlélteti azt, hogy igazából a zsidóknak mit jelentett maga az örökség. És ezt szeretném nektek felolvasni. Tehát hogyan gondolkodtak a zsidók az örökségről? Az örökség nem mást jelent, mint az örökhagyó helyébe lépni. Amikor tehát azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk szüleink örökségét kellően magunkévá tenni, és hogyan tudnánk az gyermekeinkre tovább örökíteni, koncentráljunk arra, hogy ne az örökséget próbáljuk magunkévá tenni, hanem mi próbáljunk elődeink helyébe lépni. Ne az örökséget próbáljuk magunk formájúvá tenni, hanem próbáljunk meg elődeink nyomdokaiban lépni, az ő szintjükre felnőni. Ezt jelenti a zsidóknak az örökség. Ma hogyan szokott ez az örökség dolog zajlani? Hát akkor, amikor a szülő meghal, akkor az örökösök, gyermekei, rokonai, azok között megosztják a vagyont. Tehát egyfajta vagyonfelosztás történik. Ez az örökségnek, vagy ez a vagyonvándorlásnak így a menete, hogy egyik kézből jut a másikba. De pusztán csak egy ilyen vagyoni transfer, vagy hát egy vagyonátruházás, vagyonvándorlás van ma Magyarországon. Mert ilyen a mi kultúránk. De a zsidó kultúrában nem a vagyon a lényeg, hanem ahogy olvashattuk, vagy ahogy hallhattuk, nem az örökséget próbálja az öröklő magáévá tenni, hanem az örökhagyó helyébe lép. Felnő arra a feladatra, hogy ezután azt teszem, amit az elődöm tett. Átveszem például a gazdaságot, és tovább üzemeltetem, tovább működtetem. Amilyen gondolkodású volt az én ősöm, azt viszem tovább. Persze jó értelemben. Tehát az örökség az nem csak egy pusztán fizikai
dolog, hanem igenis egy lelki dolog is. Na most, hogyha így gondolkodunk erről a történetről, akkor nagyon, nagyon nem ez a kép jelenik meg. Mert ez a fiú nem azt mondja, hogy atyám, én azt akarom tenni, amit te tettél, ahogy ilyen neveltél, ahogy vitted előre ezt a gazdaságot, amiben én is felnőttem, hanem add ide a vagyon rámeső részét. Majd én tudom, hogy mit kezdjek vele. Mert nekem nem tetszik az, ahogy te bánsz, így, vagy ahogy látom tőled a dolgokat, majd én tudom, hogy mi a jó nekem, és majd én eldöntöm, hogy hogyan is kell ezt igazán csinálni. Hogyan is jó nekem. És nem tudunk az atyáról se semmit, az apáról, hogy mi játszódhatott le benne, amikor a fiú odaállt elé, a fia odaállt elé, és elkérte a vagyon rá eső részét, hogy próbálta volna valahogy meggyőzni, a lelkére beszélni, vagy mi játszódhatott le, hanem csak azt olvashatjuk, hogy ő pedig megosztotta a vagyont köztük. És ez a fiú pár nap múlva összepakolt. Az atya hagyta, hogy ez a fiú elinduljon a saját útjára. A fiú azt gondolta, vagy úgy indult el a nagyvilágba, hogy én jobban tudom, hogy mi a jó nekem. És itthon megmondják, hogy mit és hogyan kell csinálni, és ez nekem nagyon-nagyon nem tetszik. Majd én tudom, hogy nekem mi kell. Nem más akarja már megmondani, hogy most mit csináljak. Majd én. Nekem ez nem tetszik, ez a rendszer. Adják ide a vagyon rámeső részét, majd én azt csinálok vele, amit én akarok, ami jó nekem, aminek a segítségével én majd jól érezhetem magam, mert én tudom, hogy nekem mi a jó, és nekem mire van szükségem. Ellen White Krisztus példázatai című könyvében az alábbiakat olvashatjuk erről. A szerető Isten körülveszi áldásaival, de a bűnös, akit csak vágyainak kielégítése és a vétkes élvezetek érdekelnek, semmit sem kíván jobban, mint Istentől független életet élni. A hálátlan fiúhoz hasonlóan jogot formál Isten minden áldására, és természetesnek veszi, ha megkapja. Nem hálás érte, és nem igyekszik szeretettel rászolgálni. A történet így folytatódik tovább. Miután elköltötte mindenét a fiú, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jó lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ebben egy nagyon fontos dolgot látunk, vagy olvashatunk. A történet arra figyelmeztet bennünket, hogy a probléma nem azonnal jelentkezik. Sőt, ez a fiú, amikor elköltözött otthonról, azonnal érezte, hogy hú, ez kár volt meglépni. Hú, ez így mégse jó. Így gondolkodott ez a fiú? Nem, azt olvassuk, hogy elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Első pillanatra minden a legnagyobb rendben. Sőt, végre szabad vagyok, végre azt csinálhatok, amit akarok. Önmagam lehetek. Önző lehetek végre. Nem kell állandóan engedélyt kérnem az apámtól, nem kell ott kilincselnem, kuncsorognom, hogy legalább valamit adjál már, apám, hogy jól érezzem magamat. Végre azt csinálhatok, amit akarok, és senki nem szól bele. Ilyen ma is ez a világ, amikor az ember otthagyja
Istent, elfordul Istentől. Nem azonnal látszódik, hogy itt probléma van. Sőt, sokkal jobb, mint annak előtte. Mert úgy érzem, hogy idáig meg voltam kötözve. Istennek a törvénye az csak azért volt, hogy keretek közé szorítson. Azért volt, hogy állandóan lelkiismeret furdalást okozzon, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, amaszt nem szabad. Állandóan meg van mondva, állandó lelkiismeret furdalás. Köszönöm szépen, de nekem ebből elegem volt. Kimehetek a nagyvilágba, és végre a magam életét élhetem, és sokkal jobb, mint ott bent, ahol börtönben voltam. Történet arra figyelmeztet bennünket, hogy nem az első pillanatban derül ki, hogy amit tettünk, annak katasztrofális következménye van. Van egy átmeneti időszak, van, amikor sokkal jobban érezzük magunkat, de aztán elérkezik a pillanat, amikor az ember megvilágosodik, hogy valami nem jó. Amikor ráébred arra, hogy hibázott, de nagyon nagyot. A fiú ott a disznó vájú mellett ébred rá arra, hogy otthon sokkal, de sokkal jobb a helyzet. Ráébred arra, hogy ez így nagyon-nagyon félre csúszott itt valami. És elkezd azon gondolkodni, hogy hát ez így, hát otthon apámnál lehet, hogy úgy éreztem, hogy nem igazán jó, és azért jöttem el onnan. De ahogy írja a 17. versben is a példázatban, hogy elkezd magába gondolkodni, hogy az apámnak így a legkisebb bérese is sokkal jobb helyzetben van, mint most én itt. Disznókat kell legeltetnem, és már odáig jutottam, hogy már kívánom azt az ételt, amit a disznók esznek. És az atyám házában a legkisebb béres is normálisan lakhat, normálisan ehet, és nincsen semmi gondja. És most már kezd vágyni az otthoni életre, ahonnan legelőször igazából szabadulni akart. És ez a rátörő éhség, ez a rátörő szomjúság ráébreszti arra, hogy hát mégis jó az atya mellett élni. Így folytatja az evangélium. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek. Elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. Ez a fiú igazából lehet, hogy az éhség az, ami rádöbbentette, hogy otthon van mit enni, de igazából nem azért indult haza, hanem azért, mert rájött arra, hogy otthon jó lenni, mert békesség van és biztonság van. Nem kell attól rettegni, hogy lehet, hogy itt fogok éhen halni. Mert ott minden a legnagyobb rendben. Ez a lelki éhség és ez a lelki szomjúság az, ami azt eredményezi, hogy az ember haza akar menni, mert ott jó. Azért, mert ott biztonság és béke van. És ahogy olvassuk tovább ezt a történetet, kirajzolódik egy másik embernek a képe. Egy olyan emberi, aki ugyanúgy tékozló, mint ez a fiú. Történet így folytatódik tovább. És útra kelve el is ment az apjához.
Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Amikor egyszer hallottam ezt a történetet úgy, hogy van két tékozló, akkor hát az első egyértelmű, hogy a fiú volt, és aztán a következő gondolat az volt, hogy ki a másik tékozló? A bátyja. Testvérek, nem, hanem az atya a másik tékozló. És én, mikor erről olvastam, ez így nagyon megdöbbentett, hogy de miért is? Amikor a fiú közeledett az atyai házhoz, akkor az apja ott állt kint a ház előtt. Miért állt kint a ház előtt? Várta az ő fiát. Nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, mikor a fiú elment, és aztán hazajött. Mennyi volt ez az időintervallum? De szerintem ez az apa minden nap, és lehet, hogy nem is egyszer, hanem többször, kiállt oda a ház elé, és nézett a távolba. Hátha meglátja azt a bizonyos embert, akit ő vár. És elképzelhető, hogy nagyon sokan jöttek, mentek arra, de mégis ő tudta, hogy azok az emberek nem azok, akit ő vár. És azt írja az ige, hogy mikor még távol volt, az atya elébe futott. Biztos tudjátok, ha nem, akkor most megtudjátok. A zsidóknak nem volt szokás futni. Ők mindenhova szépen, nyugodtan mentek. A futás az a gyerekeknek a reszortja volt, lehet így fogalmazni, élemedett korú, egy atya, egy apa, az csak úgy nem fogta magát és futott. Tehát, hogyha mégis egy zsidó ember úgy gondolt egyet, és akkor elindult futni, annak nagyon-nagyon fontos indoka kellett, hogy legyen. Ugyanis, többek közt például, ahhoz, hogy futni tudjon, abba zsidók számára, az a jellegzetes ruhájukba, hát nem lehetett futni, hosszú ilyen ruhába nem lehetett futni. Ahhoz, hogy valaki tudjon futni, meg kellett fogni a ruhának az alját, be kellett tűrni a derék övbe, és csak úgy tudott futni. Nem gondolták azt, hogy egy szép látvány, és ezért nem futkoráztak ők csak úgy. Tehát annak nyomós indoka volt, hogyha valaki futott, főleg, hogyha egy idős emberről volt szó. És ez az atya, mikor meglátta azt az ismerős alakot, akkor fogta magát és elé futott. És a fiú, előttem van ez a kép, amikor így kigondolja magába, hogy jó, hazamegyek, és akkor úgy megállok az apám előtt, és akkor azt mondom, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és nem vagyok méltó, hogy ezentúl a te fiadnak neveznek, és tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És akkor így ahogy megy, így próbálja így mantrázni, próbálja begyakorolni minél jobban ezt a szöveget, hogy nehogy elfelejtse azt, hogy mit kell mondani majd az apa előtt, és amikor hirtelen fut felé az apja,
És akkor egyből belekezd az ő kis monológiába, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és tened, és nem vagyok méltó ezentúl, hogy a te fiadnak neveznek, és tégy engem egy, vagy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És az apa mit mond? Édes fiam, hogy nézel ki? Mit csináltál? Hát hogy gondoltad ezt? Hát eszednél vagy? Mennyi vagyon tékozoltál el? Hogy nézel ki? Büdös, koszos, ápolatlan. Még kukacok is lehetnek a hajadban. Hát édes fiam, mindjárt adok két egyformát, csak hogy egy kicsit észhez térjél. Ezt olvassuk ki ebből a történetből? Nem. Sőt, az atya meg se hallgatja az ő drága egy fiát, hanem odafordul a szolgákhoz. Hozzátok a legszebb ruhát. Hozzátok a hízott borjút. Öltöztessétek ezt, mosdassátok meg, vágjuk le, ünnepeljünk. Nem érdekel semmi, nem foglalkozok azzal, hogy mi történt ezzel a gyerekkel. Nem foglalkozik azzal, hogy ez a gyerek büdös, koszos, ápolatlan, esetleg tetves. Semmivel nem foglalkozik, megöleli, megcsókolja. Látom magam előtt a képet, együtt sírnak. Nem foglalkozik azzal, hogy ő dorgálja az ő fiát. Mert amit elmond ott hát a szolgáinak, vagy úgy mindenkinek itt a 24. versben, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Érdekes amúgy ez amikor így, ez egy kicsit ilyen mellék vágány, hogy amikor szól a szolgáknak, hogy vegyétek le róla a koszos ruhát, és öltöztessétek a tiszta ruhába. Érdekes ez a kép, ez a Bibliában máshol is ugyanígy jelenik meg, hogy a bűnös ember nem ő az, tehát nem önmaga az, aki leveszi a ruháit és fölveszi a tiszta ruhát, hanem őt átöltöztetik, leveszik róla. Nem ő az, aki ezt megteszi, hanem a kegyelem az. A két tékozló között lényeges különbség van. Míg az egyik számolatlanul szórta a vagyonát, a másik a szeretetével nem fukarkodik. A fiú azért tékozolt, hogy neki jó legyen, az atya viszont azért tékozol, hogy a másiknak legyen jó. Délelőtt is elhangzott már ez a igen Róma beliekhez írott levélben, hogy Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten sokkal előbb megtett mindent értünk, mint mi egyáltalán rájöttünk volna arra, hogy ez itt nagyon nem jó, amiben vagyunk. Az atya elfogadását igazából nem lehet kiérdemelni. Az apa nem azt nézte, hogy a fia mit tett a múltban, ő csak a fiát látta a visszatért emberben. És nekünk milyen ígéreteink vannak, mint tékozló fiúknak? A Jelenések könyve egy nagyon-nagyon szép országot fest le nekünk. És úgy van beállítva, hogy mi mindannyian, akik hiszünk Krisztusban, és elfogadjuk őt megváltónknak, és az ő követei leszünk, akkor Isten az ő gyermekének fogad bennünket. És egy mennyei állampolgárságot biztosít a mi számunkra.
És ez a mennyei állampolgárság, ez abban az országban lesz, abban a városban, amiről a legelején olvastunk, aminek a falai jáspiskőből épültek, és a város kristályhoz hasonló színaranyból, aminek a falai 12 drágakő, féldrágakő is ásvány alkotja, és az utcák színaranyból vannak, a kapuk gyöngyből. Tehát egyszerűen az ember szeme így belefájdul, hogy fog ez kinézni. Mérhetetlen gazdagságról olvashatunk itt. Ugye, mert mi mit szoktunk építőanyagnak használni? Cementet, meszet, homokot, téglát, sarat régebbi időkbe, amikor vályogot vetettek. Nekünk ez az építőanyag. Istennek a topáz, a színarany, a játszint, a krizopráz és a gyöngy mérhetetlen gazdagság. S felteszek egy kérdést. Szerintetek az az ember, aki itt a Földön imádja ezt a pompát, ezt a gazdagságot, a színaranyat, a gyöngyöt, a ékszereket, meg minden. Szerintetek ez az ember jól fogja magát érezni? Egész életében élhet egy olyan helyen, amire világ életébe vágyott. A színarany, a pompa, a gazdagság, a drágakövek. Mennyire csodálatos hely egy gazdagságra vágyó embernek, nem? Testvérek, jól érzi majd magát egy ilyen ember? Ezek a számunkra értékesnek tartott drágakövek, nemesfémek, féldrágakövek, ásványok, ezek csak számunkra jelentenek értéket. Isten számára nem. Mint ahogy mi építőanyagnak a téglát, a homokot, a sódert, a cementet tartjuk, Isten ezeket a dolgokat. A játszintot, a színaranyt, a gyöngyöt, a topázt, a smaragdot és még hasonlókat. Isten nem foglalkozik ezeknek az értékével. Ez csak számunkra jelent valamit. De ez nem Istennek a tudatlansága. Ez nem azért van, mert Isten nem tudná, hogy ezek mennyit érnek. Hanem ez a mi kicsit elcsökevényesedett gondolkodásunk, ami mindent beáraz, mindennek értéket tulajdonít, mindennek valami vagyoni ára kell, hogy legyen. És ez mi másból indul ki, mint a birtoklási vágyból? Hogy a tékozló fiú sem bírta egyszerűen elviselni, hogy neki az apjánál van a vagyona. Neki kellett az ő vagyonból ráeső része. Az atyai ház az igazából nem is annyira cél, mint inkább következmény. A mennyei Jeruzsálem nem is annyira cél, mint inkább következmény. Az előbb feltettem azt a kérdést, hogy vajon az az ember, aki ezt szereti a pompát és a gazdagságot, hogy vajon jól érzi-e magát, hogyha a mennyei Jeruzsálem, a mennyei állampolgárság cél lenne, akkor az ilyen ember, az vágyna oda. Sőt, hogyha ott lenne, az lenne számára a Kánaán. De mégis egy ilyen ember jól érezné magát ott? Abszolút nem. Mert az atyai ház, a mennyei Jeruzsálem az nem cél, hanem következmény. És miért nevezem következménynek? Azért, mert
hogyha arról lenne szó, hogyha a mennyei Jeruzsálem úgy lenne lefestve, hogy mindenhol széna illat terjed, jászol van ott az egyik sarokba, az állatok a másikba, netalántán még lehet, hogy egy kis trágyaszag is van. Hogyha ez lenne leírva, mint mennyei Jeruzsálem, vágynának oda az emberek? Így első blikre nem. De ezért nevezem én következménynek, mert az atyai ház az nem azért jó, mert ott gazdagság van, ott van mit enni, ott kényelmes ágyba lehet feküdni, ott szép ruhákba lehet járni, hanem az atyai ház, a mennyei Jeruzsálem azért jó nekünk, mert ott biztonság és béke van, és ott egy örök életen át Jézus Krisztussal együtt lehetünk. És innentől kezdve, már bocsánat, teljesen lényegtelen, hogy most ott színarany van, gyöngykapu, és különböző drága kövek és féldrága kövek és ásványok alkotják a várost. Nem érdekel. Mert tőlem lehet egy városszéli jászol, ahol átfúj a szél, ahol érzem az állatoknak az illatát, a széna illatát, esetleg a trágyának az illatát, mert az még mindig jobb hely, mert ott Jézus Krisztussal együtt lehetünk. Mit várunk? A pompát vagy Jézus Krisztust? Jézus a következő szavakkal búcsúzott el a tanítványaitól. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem lényeg, hogy milyen körülmények között, csak hogy együtt lehetünk. És ez sokkal, de sokkal fontosabb mindenféle pompánál, mindenféle gazdagságnál, akármi másnál. Egy örökké valóságon át Istennel együtt lehetünk. Hogy hol? Le van írva a Bibliában. De nem lényeg, mert nem az a cél, hogy ott ebben a gazdag városban együtt legyünk, hanem Jézus Krisztussal együtt legyünk, ahol béke és biztonság van. Hálásak lehetünk Istennek, hogy ilyen tékozló atyánk van nekünk is. Legyen áldott ezért a neve. Amen.